nyilván kivágott az elején. Sziasztok! Ebben a videóban a zajzat hőszigetelésével kapcsolatban akarok neked egy kis tájékoztatót átadni, hát ha megtudtok egy-két okosságot. Ugye a köznyelven ismert lépésálló hungarocell, ezzel szoktuk végezni a zajzat hőszigetelését. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy kicsit hamis ez az állítás, mert mégis ezt a nevet adták neki, mert hogyha rálépünk egy ilyen tábla hungarocellra, akkor bizony ugyanúgy meglátszódik rajta a lábnyom. Majd látjátok ki a kamerába. Tehát akkor mégis mit akar ez, hogy lépésálló hungarocell? Gyertek, megmutatom. És akkor a köznyelven ismert lépésálló hungarocellnak a jelölése az EPS 100-as, míg a sima homlokzati hungarocellnek a jelölése EPS 80-as. Ez a két szám, amit itt láthattok, ez az anyagnak a tömörségére utal, tehát itt tapintásra majdnem ugyanolyan mind a kettő anyag. De ha rálépnék, ugyanúgy látszódna mind a kettőn a láblenyomat. De mégis ugye óriási nagy a különbség, mert az EPS 80-as az egy homlokzati hőszigetelő lap, ahol nincsen terhelésnek kitéve, ugye fel van ragasztva és védve van, a másik pedig egy betonajzat alatt van. Tehát az ajzatbeton alatt ez a hungarocell ez folyamatosan terhelve van. És ez nem mindegy, hogy mennyire kemény, mennyire tömör egy ilyen hungarocell. És ez ráadásul, hogyha megrendelők vagytok és nem kivitelezők, akkor nem is biztos, hogy ennyire van rálátásotok erre a dologra. És még van külön színjelzés is, amivel megkülönböztetik ezeket a hungarocell bálákat vagy lapokat, hogy az egyiken sárga jelöl és a másikon meg piros. Úgyhogy ezzel is külön még jelölik a tömörségét. Itt van is egy kis papírka, itt ezen a hungarocell bálán, és itt már írja is, hogy az EPS 100-as az egy terhelhető EPS hőszigetelő lap. Tehát ez kell, hogy bekerüljön az ajzatbetonok alá. Mert ha nem ez történik, akkor ha nem ez kerül be az ajzatbeton alá, akkor az történik, és akkor ezt egy kicsit le is rajzolom nektek, hátha jobban lesz rá a látásotok. Tehát van egy falunk, van egy felelőbetonunk, erre rákerül a hőszigetelőlap, aminek EPS 100-asnak kell lenni. Mert ha ez nem, ami rákerül az beton, és ez egy elég komoly súlyú betonlap, ez folyamatosan terhelést ad ide, erre a pontra. És ha ez az EPS 100-as nem 100-as, hanem csak 80-as, akkor az fog történni, hogy ez össze fog zsugorodni. És ha ez a hőszigetelő anyag összezsugorodik, és ráadásul az a probléma, hogy ez nem egyből zsugorodik össze, hanem évek elteltével. Itt van az ajzaton a burkolat, és itt van a fali csempe. Az ajzat összetömörödik, elsüllyed, és itt ez a fuga, ugye ez a szilikonozás, ami van a negatív sarokban, ez elválik egymástól és elszakad. Tehát, ami a falon van csempénk, az magasabban lesz, mint az ajzaton lévő. És itt ez a fuga, vagy ez a szilikonos rész, ez elszakad. Én egy pár évvel ezelőtt voltam egy társasházban, ahol ebből a hibával hívtak engem fel, hogy nézzem már meg a lábazatokat, mert elhagyta a padlót. Hát nem a lábazat hagyta el a padlót, hanem a padló hagyta el a lábazatot, mert ugye ez a falra van ragasztva a lábazat, vagy a fali csempe, az ajzat meg ugye nem csatlakozik ugye a fallal, tehát itt szigetelés van. És a padló összezsugorodott, és itt elszakadtak ezek a csatlakozási pontok, ezek a negatív sarkok. Úgyhogy sajnos, ráadásul ez a hiba,
másképp nem javítható, csak felbontással. Úgyhogy akkor az akkori kivitelező, aki pár tízezer forintot spórolt azzal, hogy 80-as lapot használt az RPF 100-as helyett, és már gondolom rég nem élt a garanciája, és benn maradt ez a hiba, ami már nem lehet küszöbölni, és akkor még nem beszélve arról, hogyha egy PVC csövek is vannak az ajzatban, hogy akkor azok is folyamatosan kapják a terhelést egy idő után, és ezeknek meg a lejtése romlik el. Úgyhogy ezért fontos, hogy RPS 100-as hőszigetelő lapokat használjunk az ajzat beton alá, mert később ez már nem korrigálható. Tehát ez az, ami bírja zsugorodásmentesen. Ez terhelhető. A 80-as az homlokzati, úgyhogy ez nem terhelhető. Úgyhogy csak a 100-as jobb. Úgyhogy remélem adtam egy kis segítséget az ajzat szigeteléséhez. Figyeljetek rá oda, mert lehet, hogy megrendelőként nézitek ezt a videót, de lehet, hogy kivitelezőként is. Ezen nem érdemes spórolni, mert ez ott marad. Köszönöm, ha megnéztétek a videót. Sziasztok!